Jó estét kívánok nézőinknek! Önök a Tatai Televízió napi híradóját látják május 6-án, hétfőn. Tartsanak velünk ma este! Mezőgazdászok, élelmiszeripari szakemberek fejezték be tanulmányaikat a Jávorka iskolában. Szombat délelőtt elballagtak az Eötvös József gimnázium végzősei is. A Talentum tanulói is búcsút vettek alma máterüktől. 10 éve alakult a Soltész István kamarazenekar. Ballagtak a végzősök a Jávorka Sándor mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzőiskolában. Az iskolában több képzési formában dolgoznak, van érettségit adó, van érettségire épülő és szakiskolai képzés is. Az eltelt évtizedek alatt számos jó mezőgazdász, élelmiszeripari szakember került ki az iskolából, akik a mezőgazdasági nagyüzemek irányításában, vállalkozásokban, oktatásban vagy gazdálkodásokban vesznek részt. Egy újabb szakmákban sokszínű évfolyam lépett ki a Jávorka Sándor mezőgazdasági és élelmiszeripari szakiskola falai közül. Az intézményben zajló ünnepséget megelőzte egy városi, valamint egy traktoros ballagás is, így méltó módon búcsúzhattak a fiatalok az iskolától és a várostól egyaránt. A traktoros ballagással kicsit felforgatjuk a város életét, de szerintem nagyon látványos és nagyon-nagyon népszerű. Kossuth térre, hogy az óvodásokat kihozzák, általános iskolások integetnek nekünk végig, és hát a középiskolások és a blátisok, református gimnazisták ki szoktak jönni, integetnek nekünk, ez jól esik. Nagyon hosszú volt ez a tanév, és nekünk ugye még nincs vége, de nekik szerencsére már vége van. Hosszú volt a tanév, sok meglepetés volt benne, néhányan nagyon szép sikereket értek el országos versenyeken, második, negyedik helyek jöttek, tehát nagyon szép eredmények születtek. Nyilván a bosszúságokat már elfelejtjük ilyenkor. Már működik a szelektív emlékezet szerencsére. Tulajdonképpen a hagyományainkhoz ragaszkodunk, szépen végigvonulunk az iskolán, az udvaron utoljára még egyszer végig lehet menni. Elhangzanak a mindenféle beszédek, köszöntők, rengeteg virágot fognak biztos kapni a gyerekek, lesz lufi eregetés, és hát természetesen elköszönünk egymástól. Nagyon sok szerencse kell nekik, és hát meg fogják kapni a szokásos csillagok háborújás idézetet is az erőről. Az összeszokott közösségek egy utolsó osztályfőnöki órán vettek részt a ballagást megelőző percekben. Részben szomorú vagyok, mert elmennek azok a diákok, akikkel 3 évig így össze voltunk úgymond zárva, mert én a szaktanárok is voltam, tehát nagyon sok időt töltöttünk együtt, és ugyanakkor meg örülök neki, hogy ők most már kiszállnak, és, vagy elszállnak, inkább így mondanám, és mennek az életbe, és keresik a helyüket tovább. Tehát ők nagyon sokat fejlődtek, megnőttek, most már nagyok, mehetnek ki a fészekből, kirepülhetnek. Kell őket noszogatni rendesen, de bízom, hogy most azért itt a szakmai vizsgák előtt azért annyira sikerült megijeszteni őket, hogy most azért majd összeszedik magukat és tanulnak. Azt kívánom, hogy nagyon jól sikerüljön a vizsga mindenkinek, mindenki átcsúszson, az is, aki gyengébb tanuló, és hát az életbe kívánok mindenkinek nagyon sok sikert, meg hogy tudjanak munkát találni, és hogy jól alakuljon az élete mindegyiknek. A diákokra a ballagás után még írásbeli, szóbeli, valamint egy gyakorlati megméretetés is vár a következő időszakban. A Tatai Eötvös József gimnázium és kollégium nem csupán Tata, hanem egész Komárom-Esztergom megye nagymúltú, kiemelkedő jelentőségű oktatási intézménye. Többféle oktatási program alapján dolgoznak. Az Arany János tehetséggondozó program például a tanulásban való esélyegyenlőséget segíti. A hagyományos 4 éves képzésben külön osztályba sorolják a matematika, a humántárgyak és a természettudományok iránt érdeklődőket. A gimnáziumban szombat délelőtt búcsúztatták az idei érettségizőket. Az utolsó csengőszó hallattán az Eötvös József gimnázium 141 végzős diákja lépett ki az intézmény ajtaján, hogy részt vegyenek az utolsó iskolai ünnepségükön, a ballagáson. Május 11-én, szombaton, 5 osztálytól búcsúzott Tata legnagyobb múlttal rendelkező gimnáziuma. Ez az élet rendje. Jönnek, mennek, mi megmaradunk és várjuk a következő tanulni vágyó diák csoportot.
hogy utána jönnek az elsősök, nyolcadikosok beiratkozni 9. évfolyamra, tehát jönnek a gólyák, de ilyenkor azért mindig fáj egy kicsit a szívünk, mikor elmennek, hiszen azért a 4-5 év együtt gondolkodása, együtt munkálkodása azért nagyon összekovácsolta a közösségeket. Azt hiszem, hogy az elmúlt időszaknak az egyik legsikeresebb tanéve versenyeredményeket, tanulmányi munkát, tanórán kívüli tevékenységeket, pályázatokat, ha nézzük. Úgyhogy azok a diákok is, akik most itt mögöttünk felsorakoztak, részesei ennek a kiváló eredménynek. A ballagást megelőző időszak még közösségkovácsoló alkalomnak számított a már összeszokott osztályoknak, hiszen a főpróbák, a búcsúzó dalok megtanulása, valamint az utolsó órák egyaránt meghatározó momentumok voltak a tanulóknak és az osztályfőnököknek is. Számomra különleges, mert ez az első osztályom, úgyhogy, de még nem fogtam fel, még nem is érzem, hogy itt a búcsú ideje, hiszen még előttünk áll az érettségi, még van feladatunk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy majd a bankett, illetve az érettségi kiosztása után fogom megérezni azt, hogy most már vége van ennek az 5 éves időszaknak. Most az első 4 nap ugye a kötelező érettségi tantárgyakkal indul, utána pedig mindenki a választott tantárgyból teszi majd le az írásbeli vizsgát. Már tudják, hogy mikor fognak emelt szinten szóbelizni, illetve a középszintű szóbelik is már ismertek. Így biztosan az írásbeli után elkezdenek szorgalmasan készülni a szóbeli tételekre. Elsősorban most így haladunk fokról fokra, most a következő hétre jó témákat kívántam nekik, és kitartást. Aztán természetesen jó tételeket, és utána pedig útra való úgy gondolom, hogy azt fogom nekik mondani, hogy fogadják meg azokat a tanácsokat, azt a tudást, amit kaptak, azokat az emberi értékeket, amiket itt a gimnáziumban megtanultak, azt vigyék magukkal, és így biztosan teljes értékű emberek lesznek. A ballagást követően az Eötvös József Gimnázium közel 150 tanulójának vette kezdetét a mai nappal az érettségi időszak. A Talentum Művészeti Szakgimnázium ballagási ünnepségét is szombaton szervezték. Az idei évben 19 tanuló búcsúzik az intézménytől, hogy hamarosan a felnőtt életbe lépve valósítsák meg céljaikat, és folytassák felsőfokú tanulmányaikat. 3 artista és 16 grafikus tanulótól búcsúzott a Talentum iskola május 11-én. A ballagáson a diákok egy része elismerésben is részesült, így az ünnepség után pozitív útra való gondolatokkal vághatnak neki a fiatalok a nagybetűs életnek. Minden szertartást megtartottunk, ami ilyenkor szokás. Volt szerenád, volt utolsó órák, voltak ajándékkészítés, meggyakoroltuk az éneklést mindenfélére. Az egyik első legnagyobb megmérettetés az érettségi. Én bízom benne, hogy felkészültek, sok segítséget kaptak, és ők maguk is úgy érzik, hogy képesek lesznek helytállni. Egy kicsit már kinőtték az iskolapadot, azt szerették volna, ha nem kell egy hónapot várni már, hogy mindez lezajlódjon, amire készülünk, de azért megpróbálták élvezni is az utolsó napokat, heteket. Közhelyesen hangzik, de azt, hogy az életben minden álmuk megvalósuljon, amit kitűztek maguk elé, és sikerüljen megtalálni a munkahelyüket, azt, amit szeretek csinálni, hogy legyenek jó közösségek, amikben ennek a tagjai lesznek. Az iskola családias hangulatának köszönhetően egy jó osztályközösség alakult ki, így különösen nehéz volt a búcsú a diákok számára is. Igazából a legfőbb érzés, ami szerintem mindannyiunkban kavarog, ez szerintem egy elég gyakori érzés, ez inkább ez a búcsúzásnak az érzése, ez az elmúlás, amit nagyon sokan érzünk. Hát hiányozni fogunk egymásnak nyilván, de azért kicsit felszabadító is, hogy ennyi idő után végre tovább haladhatunk egy kicsit így az életben. Ugye elkezdődött így a nagybetűs élet, és akkor hát felszabadító is, meg szomorú is. Nagyon stresszes, főleg, hogy az érettségire is ugye készülni kell közben. És mivel hétfőn kezdődik az érettségi, ugye még azzal sincsen vége a stressznek, mert júniusban még jönnek a szóbelik, szóval hát stresszes időszak. Nagyon összetartó közösség vagyunk már a kezdetektől, nagyon szoros kapcsolatok alakultak ki az osztályba. Igazából mindig számíthatunk egymásra, ez jellemző az osztályunkra. Szeretnék majd egyetemre menni mindenképpen, de előtte a 5. évet elvégezni ebben az iskolában.
Aztán szeretnék animációs szakra tovább menni majd Pestre Egyetemre. Ez remélem megvalósul. A talentumos diákok előtt sok lehetőség vár az iskola után, hiszen még meg annyi továbbképzésen vehetnek részt szakmájukon belül. De olyan fiatalra is van példa, aki a gyakorló helyén már sikeresen el tudott helyezkedni. 10 éve zenélnek együtt a Tatai Soltész István Kamara zenekar tagjai. A kerekévforduló megünneplésére koncertre invitálták a zeneszeretőket. A hangversenyen elsősorban barokk dallamokat hallhatott a közönség, de meglepetéssel is készültek a zenészek. Barokk dallamok is felcsendültek a Tatai Kapucinus templomban a Soltész István Kamara zenekar jubileumi hangversenyén. A Tatai Vonós Együttes 10 évvel ezelőtt alakult, Soltész István hegedűművész halálakor. A Tatai Zeneiskola akkori igazgatója vetette fel az ötletet, hogy a művész édesapjának új célt adjanak, ezért összehívta régi zenekarának tagjait. Hívta Pista bácsit, hogy itt várnak rád a zenészeit, péntek este légy szíves, gyere! És nagyon nehezen elinte, de jött, és utána mindig jött, mert tudta, hogy várjuk, tudta, hogy célja van, feladata van még velünk, és így indult. Nekem Soltész tanár úr adott hangszert a hegedűt a kezembe 8 éves koromban, úgyhogy nagyon szerencsés vagyok, hogy rögtön beleszerettem a hegedülésbe, a zenélésbe, és én a 6. koromban tudtam, hogy valami zene lesz, valami tanítás lesz, és így lettem zenetanár és karvezető. És hát zenélni nagyon jó dolog, együtt zenélni még sokkal jobb dolog, úgyhogy én mindenkinek javasolni tudom, aki elkezd a zenét, hogy ne hagyja abba hamar, hanem felnőttként legyen újra mihez nyúlni, ez közösséget teremt. A zenekar törzsét a Tatai Zeneiskola tanárai és növendékei adják, akik szabad idejükből szívesen áldoznak a próbákra és fellépésekre. Minket a szeretet hozott össze. Egymás és a zene szeretete, és ez a mai napig így van, mert akik jöttek a régiek helyett, ugye váltottak, azoknak is, ők is nagyon elkötelezettek a zenekar iránt, a zene iránt. Barokk darabokat játszottunk kezdetbe, de hát aztán jött közben mindenféle felkérés. Klasszikus darabokat is játszottunk, sőt 20. századit is. Az első számunk egy trombita szám lesz, egy angol barokk szerzőtől, utána egy Vivaldi gitárverseny. A gitárosunk az ide járt a zeneiskolában, és jelenleg a Miskolci Egyetem gitárszakos hallgatója, és tanít is az iskolánkba, így került ide hozzánk. Utána lesz egy brácsabőgő kettős verseny, Dittersdorf, és utána pedig a iskolánk 2 klarinét tanára egy nagyon szép Stamitz koncertot játszik el, ami zenekarra és 2 klarinétra van. A zenekar repertoáriában vannak még romantikus dallamok, és játszanak könnyű zenei darabokat is. A jubileumi koncertre pedig több meglepetéssel, például fúvós és ütős hangszerelésű zeneszámokkal is készültek. Tataváros önkormányzata felhívja a lakosok figyelmét, hogy május 7-e és 10-e között a Vértesszőlősi út részleteiben le lesz zárva az építők parkjánál. Az autósok türelmét és a lakosok megértését köszönik. A Tatabányai Rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor rendőrezredes május 15-én 10 és 12 óra között tartja következő fogadónapját a hivatalában, a rendőrségen. Az Ady Endre utca 27-es szám alatt várja a hozzáforduló lakosokat. Bölcsődei beiratkozásra várják a kisgyermekes szülőket május 13-án, 14-én és 15-én, hétfőn, kedden és szerdán, 9 és 16 óra között a Csillagsziget bölcsődében, valamint május 13-a és 15-e között szintén a Juniorka bölcsődében is várják a szülőket. A felvételek elbírálása május végén várható. Anyapszichológia címmel Vida Ágnes pszichológus tart előadást a Ficsek Család és Karrierpont szervezésében. Délután 5 órakor Mihály József tataváros polgármestere köszönti az érdeklődőket, majd 17:30-kor lesz egy újabb köszöntő, illetve 17:30-kor kezdődik maga az előadás. Szeretettel várnak minden érdeklődőt a Piarista rendházban május 7-én, kedden 5 órától. Május 8-án délután 4 órakor ugyancsak a Piarista rendházban folytatódnak a programok a Család és Karrierpontban. Az internet veszélyeiről tart előadást Csonkáné Huszár Anita rendőr alezredes, a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság alosztályvezetője. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat idősek napközi otthonában is folytatódnak a programok. Május
9-én frissítő torna lesz Szabó Pankával, május 8-án Lelki nap Horváth István atyával, május 13-án pedig régi vidám falvédők és díszpárnák Jungwirthnél Bús Erzsébet tart előadást. A programok délelőtt 10 órakor kezdődnek. Ebben a hónapban is megszervezi a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a Könyves Szerda sorozatot. Május 15-én 17 órakor várják az érdeklődőket. Erkelényi Angelika, Teréza nyugdíjas írónő tart előadást. Híradónk végén következzenek még egyszer mai híreink egy-egy mondatban. Mezőgazdászok, élelmiszeripari szakemberek fejezték be tanulmányaikat a Jávorka iskolában. Szombat délelőtt elballagtak az Eötvös József gimnázium végzősei is. A Talentum tanulói is búcsút vettek alma máterüktől. 10 éve alakult a Soltész István kamarazenekar. Május 6-án hétfőn Önök a Tatai Televízió napi híradóját látták, köszönjük figyelmüket. A képernyő alján olvasható elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, információikat. Maradjanak velünk, a folytatásban következik Tallózó című műsorunk, amelyben beszámolunk Önöknek az elmúlt hét legfontosabb eseményeiről. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Én köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!